A műsor támogatta a Marinpool, a Humansoft, a BMW és a Drescher. A H2O mai adásában az öreg hajóké lesz a főszerep, hiszen az elmúlt hetekben két oldtimer regattát is rendeztek a Balatonon. Az egyiket immár hagyományos módon az Alkotmánykupával rendezték egyszerre, így a régi hajók kormányosai némi handicappel összemérhették tudásukat a rohanógépekkel szemben. Szintén az oldtimer kategóriába tartoznak a 30-as cirkálók. Nekik külön idén is megrendezték az Almádi kupát. 30-asok pálya, túra és páros versenyben 4 napon keresztül. Jöjjenek a részletek itt a H2O magazinban. A Konica Minolta kupa, azaz a nagyhajós országos bajnokság második futama augusztus 8 és 15 között került megrendezésre. A Magyar Vitorlás Szövetség szervezői által kijelölt 3 pályán összesen 136 hajó versenyzett. Szombat-vasárnap remek szélben remek futamokat lehetett rendezni. A hétfő még nagyon jó volt, és a C pályán 10 futamos versenysorozat volt, az A és B pályán pedig 7. Minden pályán sikerült a bajnokságot teljesíteni. C pályán 9 futam van, és a másik két pályán pedig 6-6 futam. De ha kegyes lett volna hozzánk az időjárás, akkor még ma egy gyönyörű futam, azt fejezhettük volna be, az lett volna a legjobb. A sok-sok díjazott közül a Solc 22-eseknél a Nagyer Attila és Belleőrs hajói mögött végzett csapat a bronzérmével is kiemelkedett, hiszen a hiszti fedélzetén csak lányok versenyeztek. Már régóta foglalkoztatott az a gondolat, hogy lesz egy női csapat, és nagyon sokan nagyon támogatták ezt az ötletet. És tulajdonképpen én kishajóztam, és amikor így szóba került, hogy átülnék esetleg nagy hajóba, mert ebben a hajószerűen már régebb óta versenyeztem, akkor a többi lány is, aki érdeklődött ezután, és ismertük már egymást, barátok voltunk, így megkérdeztem őket, hogy lenne kedvük. Ez tavaly nyáron volt, nyár elején, és mivel igent mondtak, így rögtön össze is álltunk. Ebben ezt azonban általában ilyen második, harmadik hely környékén voltunk, második helyen álltunk a dobónak nagyon sokszor, és ez a harmadik hely azért a bajnokságon ez számomra nagyon fontos volt, és talán ez a legfontosabb számunkra, tehát ezt értékeljük leginkább. 8 méteres van dizájnban 31 hajó állt rajthoz olyan nevekkel a fedélzeten, mint például Majtényi Szabolcs, Fináci György, Hajdu Balázs, Sallai Gábor vagy éppen a Detre fivérek. Ilyen mezőnyben is külön figyelmet érdemeltek az Amerika kupán is versenyző Sosso Lóza csapatának tagjai. A Sosso Lózánál ketten voltunk magyarok az Amerika kupa alatt, én meg a hugom csinálta az időjárást, taktikát, én pedig az árbocér kötélzetért voltam felelős. Utána most, hogyha erre gondolsz erre a csapatra, aki itt vitorlázott, az pedig az Amerika kupa végeztével álltunk össze, és járjuk itt az európai meccsrész sorozatot. Éppen volt egy kis szünet a programban, ahova edzés volt eredetileg betervezve, és mivel zömmel, ilyen hajókkal zajlanak ezek a meccsrész sorozatok, mint az a 8 méteres van design, ez egy jó alkalomnak látszott, hogy akkor ez egy jó edzés lesz nekünk. Jó kis edzés és remek verseny volt a Konica Minolta kupa, ahol 8 hajóosztályban avattak magyar bajnokot. Az augusztus 20-a előtti hétvége igazi ünnep volt a veterán hajók számára. Szombaton és vasárnap is versenyen mutathatták meg a 60-70 éves vagy akár idősebb modellek, vagy szépségük mellett gyorsaságuk is lenyűgöző, ha gondos kezek tartják karban őket. Vasárnap tartották az Audi Oldtimer regattát, ahol először páros versenyen, majd túra versenyen indultak a Balaton legszebb hajói. A páros verseny jellegzetessége, hogy egyszerűen követhető, hiszen mindig csak két hajó versenyez egy futamban. Ezen felül a parthoz közel rendezik, így a nézők nyomon követhetik az eseményeket. Így valóban szó szerint közel kerül a sportág és a veterán flotta a közönséghez. Oldtimer hajóknak, amelyek nem biztos, hogy minden építésében nagyon öreg, de a tervezésében, vonalvezetésében, vitorlázatában a régi hagyományokat idézi, és a világon mindenhol ezeknek a hajóknak nagy tisztelete van, nagy megbecsülése. Rögtön ítélő bíróság követi motorosból a versenyzőket, és ha valamelyik hibát vét, azt azonnal sipszóval, piros, illetve sárga zászlóval a hibajavításra kötelezi, és így a végén nem marad megoldatlan kérdés. A friss keleti szél szinte végig kitartott.
csak a páros verseny utolsó futamaira gyengült le. A Balatonfüredi Tagore sétány nézői elégedettek lehettek, izgalmas partközeli futamokban csodálhatták meg az oldtimereket. A 30-as cirkálók páros versenyén a Nábob lett a harmadik Fináci Péterrel, a Mágia a második Dulin Tamással. A győztes pedig a frissen felújított Vészmadár lett. A 30-as cirkálók páros verseny vagy meccs részében vettünk részt. 13 hajó indult, és hát 4 egymás utáni futamot kellett megnyernünk ahhoz, hogy a első helyet megszerezhessük, úgyhogy nagyon izgalmas verseny volt, de azt hiszem, hogy maga biztosan tudtuk teljesíteni. A támogató közreműködésével összekapcsolódott a múlt és a jelen. Sőt, a veteránkorú hajók csapatai közeli kapcsolatba is kerülnek a névadó autóival, hiszen az első három helyezettek terepjárókat kapnak használatra. Az Audi 5 éve támogatja a nagyhajós bajnokságot, és úgy gondoltuk, hogy 5 év után próbáljunk egy kicsit megújulni, valamit hozzátenne ez a szponzorációhoz, és miután három történelmi hajó, három cirkáló is fut az Audi logója alatt, ezért úgy gondoltuk, hogy egy oldtimer regattát szerveznénk, támogatnánk, innen jött az ötlet. Van ellentmondás abban, hogy az Audi a haladást, a jövőt képviseli, ezek a hajók viszont a múltat? Nincs ellentmondás, egyébként nagyon érdekes, hogy az Audi idén 75 éves, az Audi márka, és ha megnézzük ezeknek a hajóknak a korát, akkor ezek is valahol ugye a két világháború között kezdték élni reneszánszukat, tehát tulajdonképpen még párhuzam is vonható a két dolog között. Mi az, ami leginkább megmarad a versennyel kapcsolatban? Hát gyönyörűek ezek a hajók, amikor tömegével vannak egyben kint a vizen, és hát nyilván az ember szívét melengeti, amikor többen is ott van az Audi logó, talán ez volt a legmegkapóbb számomra. Az Audi Oldtimer regatta második eseménye a túraverseny volt, melyet a Zamárdi, Tihany, Aszófő, Balatonfüred közötti vízterületen tartottak. A versenyre azok a hajók nevezhettek a kiírás szerint, melyek egytestűek, tőkesúlyosak, klasszikus építésűek és rendelkeznek 2007-es yardstick számmal. A túraversenyen számos legendás hajó vett részt, de egyet érdemes még közülük is kiemelni. A 75-ös Scherenkreuzer típusú Nemere 2-t. A 63 éves Nemere 2 az 50-es években szinte verhetetlen volt. Egy évtized alatt 4-szer nyert a kék szalagon. Sőt, legfényesebb 10 óra 40 perces idei győzelmét 1955 óta nem tudták megdönteni. A Nemere 2 mai, gondosan felújított állapota Lang Robert támogatásával született meg. A rekonstrukció koncepciója az volt, hogy a sok vihart megélt oldtimer szinte eredeti állapotában váljon újra a Balaton zászlós hajójává. Kezdetben erős keleti szél délutánra kilehelte erejét. Így a Sirocco kivételével mindenki a tervezett futamidő után érte. Az első hely nem volt kérdéses, a többi befutó hajó azonban néha csak másodpercnyi különbséggel érkezett be. Tulajdonképpen viszonylag egyszerű túraverseny volt ma, kevés taktikára adott lehetőséget, egy nagyon jó rajt kellett hozzá, és utána jó vitorlacserék, és ezzel gyakorlatilag sikerült megnyerni a versenyt. A veterán hajók nem csak külsejükben, de a kormányosok és a legénység szemléletében is békebeli hangulatot hoztak vissza a Balatonra. Mint minden évben, most is tudósítunk az Almádi kupáról, amely a 30-as cirkáló osztály talán legrangosabb versenye az évadban. Az augusztus 17-e és 20-a között zajló eseményen elindult a 30-as Scherenkreuzerek színejava, hogy megmérettesse magát a kiírt versenykategóriákban. Így a pályaversenyen, a túraversenyen, amely a Balaton keleti medencéjére kiterjedő pályán zajlott, és a rendkívül izgalmas páros versenyen. Utóbbi mindig egy kevés bizonytalanságot rejt, hiszen stabil, hosszantartó szél szükséges a meccsfutamok lebonyolításához. A 30-as osztály egyébként a 20. század első évtizedének végén született Svédországban. Az északi fjordok környékén a sziklákat Skarnak nevezik. Erről kapta a hajó a Scar Forwarding elnevezést, mely a német gyakorlatban Scherenkreuzer néven került be. A hajó hamar népszerű lett Európában, így hazánkban is. Ennek kiváló példája a Videotonnál megrendezett Almádi kupa is. Az ötlet 14 éve született, mert ez a 14. verseny, és
az volt az alapötlet, hogy legyen egy külön verseny az osztálynak, mert addig ugye az volt a szokás, hogy nagyhajós versenyek voltak, és gyakorlatilag annyira bevált, mindenki szereti, hogy népszerű is lett a verseny, és most már a Kereket Klub csopakon szintén rendez egy 30-as versenyt, csak 30-as cirkálóknak, és szerintem a tendencia az, hogy egyre inkább az osztályhajók egymás között rendeznek majd versenyeket. Magyarországon a 20-as évek végén épült meg az első hajó, majd a II. Világháború végéig még 16. Az osztály 6 kék szalagot nyert eddig, és a mai napig egy fejlődő magyar mezőnyről beszélhetünk. A 30-as cirkálók száma hála Istennek növekszik. Most már gyakorlatilag 19 hajó van. Egy fejlődés az megállapítható számban is, meg minőségben is, hiszen elfogadtunk olyan technikákat, mint a karbonárbóc, akkor jönnek új vitorlaanyagok, mindenki igyekszik, és hát a mezőn gyorsult is, erősödött is, a szereplők köre bővült, tehát mindenképpen a versenyek értéke is, a sportértéke is nagyobb, és hát jobb lett. A pályaversenyt a Lehocki Tivadar által kormányzott Hárpia nyerte. Egy kis történelmi adalék, hogy az első kék szalagot a Rabombán nevű 30-as hozta el, utoljára pedig Izsák Szabolcs és Tus Miklós vezette győzelemre a Hárpiát 1981-ben. Szél tulajdonképpen nagyon kedvező volt. Hát az első nap ugye jobb lett volna, hogyha több futam van, nekünk ugyan kedvezett, hogy az egy futam ment le, amiben éppen hogy egy hajszállal elsőnek befutottunk. Hát a túraverseny az elképesztően érdekes volt, tehát abszolút nem is lutri, de az, hogy az ember hova menjen, teljesen változó szél, nagyon érdekes, jó volt a túraverseny. Hát a páros versenyen hát sajnos nem jutottunk be a négybe, pedig nagyon kellett volna, mert ha már négy közé jutunk, akkor abszolút ott megnyertük volna, de hát így alakult. A páros versenyeket a Hozman László által kormányzott Vészmadár nyerte, még Nyíri István és legénysége lett a túraversenyek legjobbja. Ez egyébként meghozta számukra az összetett győzelmet is. Lehetett volna több szél gyakorlatilag. Az egész győzelmet, a túraverseny első helyét annak köszönhetjük, hogy mertünk a szél felé menni és mertünk szélben vitorlázni, amit előttünk a Halász Gyula csinált Siófoktól Almádi felével kezdtem, mi élesebben mentünk és tovább tartott az a szél, ami ott terjedt le, illetve épp hogy átsorgott. Szokták mondani, hogy egy társadalom fejlettségét jól jelzi, hogy hogyan bánik az idősekkel. Nos, ha a Balatont egy önálló országnak tekintjük, és abban a hajókat polgároknak, akkor azt mondhatjuk, hogy a Balaton kifejezetten fejlett kultúrájú, hiszen nagy becsben tartja a legidősebb lakóit, az oldtimer hajókat. Ebben jelentős szerepe van többek között annak a kapitánynak is, aki közel egy évtizede hagyományt teremtett, a Tabukupát. 9 évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy itt Balatonkenesén az oldtimerek részére egy versenyt rendezünk, ami egyre népszerűbb az elmúlt évek alatt. Eredendőleg írás szerint a háború előtti fahajók számára történt. Aztán kiderült, hogy tulajdonképpen háború után is még épült egy-két gyönyörű klasszikus hajó. Így szélesítettük a kört, aztán némi polémia után úgy döntöttük, hogy nem csak az eredeti régi hajók számára írjuk ki a versenyt, hanem azok a hajóépítetők, akik ragaszkodnak a hagyományokhoz, de új technológiával régi szép hajót építenek, őket se zárjuk ki a versenyből. A Stefánia évek óta részes ennek a versenynek, jól tudjuk, hogy jó pár évvel ezelőtt, de nem régen épült hajóról van, szóval egy gyönyörű 55-ös Ehrenkreutzer, ami egy megnagyobbított 30-as, jelenleg itt van a manöken. A verseny névadó hajóját 1942-ben építették a Gál család megbízásából. Az államosítást megúszta a 40-es Ehrenkreutzer, de az évtizedek pusztító hatását nem. A 80-as évektől Kollár Lajos tulajdonos gondozta a hajót. Az utolsó rekonstrukciós munkák 2005-ben fejeződtek be. Azóta a Tabu újra régi pompájában szeli a habokat.
A versenyen egyébként nem csak a múlt, de a jelen technikája is jelen volt a támogató jóvoltából. Ezekkel a hajók, ezek múlttal rendelkező hajók, tradicionálisan balatoni hajók, legtöbbjük faépítésű hajó, tehát egy nagyon szép vonalvezetésű tradicionális hajók, ahogy a BMW-nek is vannak tradíciói természetesen, és a múltból építkezik a jövőbe. Tehát így tudnám talán párhuzamot vonni a két dolog. A Tabu Kupa 5 kategóriájának hajói, a Kenese, Almádi, alig a háromszöget vitorlázták be a túraverseny során, hagyományosan az augusztus 20-ához legközelebb eső hétvégén. A szervezőt a fejlődés lehetőségeiről kérdeztük. Nagyon sok olyan gyönyörű szép hajó van a Balatonon, amelyek keveset versenyeznek. És egy ilyen felvonulásszerű versenyen, mint amilyen ez is, talán rá lehet őket venni, hogy hozzák el a szép hajóikat. Több ilyen hajót is tudunk, amelyek egyébként nem járnak versenyekre, nagyon jó karban vannak, nagyon nagy megbecsülésnek örömmelek. A kezdetben erős, majd folyamatosan gyengülő szél ellenére a tervezett pályán nem kellett módosítani. Az újonnan épített klasszikus és a múlt század legszebb hajói festői képet varázsoltak a Balaton vizére. Tudják, melyik a Balaton legidősebb vitorlása? 3 évszázad tanúja az 1896-ban épült Kishamis. Nevéhez fűződik az egyik legizgalmasabb hajómentés. A Széchenyi család hajója a II. Világháborút úgy úszta meg, hogy szabályosan elsüllyesztették. Később kiemelték és felújították. A 111 éves modell ma már védett műszaki emlék és egyben aktív versenyhajó. Amit a Kishamis és a többi veterán hajó jelképez, az a mai legénység szemléletében is tovább él. Mi ennek a régi vágású szemléletnek a legfőbb tulajdonságai? A legfőbb tulajdonsága a természet szeretet, a sport szeretet, az egymás iránti figyelem, a lovagiasság, és hogyha szabálytalankodás történik, akkor is azt baráti beszélgetések közepette beszélik meg. Bár itt nem ez a legfontosabb, azért érdemes elmondani a verseny végeredményét. Abszolútban a Manökel lett a harmadik, a Stefania a második, és a remek formában versenyző Sirocco az első. Tabu Kupa mezőnyének rajtja után fél órával újra start helyszíne volt a Balaton keleti medencéje. 30 perc handicappel kezdte üldözni a Budapest Bank Money Plus Alkotmány Kupa flottája az oldtimereket. Mindezt persze úgy, hogy közben az egyes hajóknak az osztályriválisokra is oda kellett figyelni. Augusztus 18-án a Kenese, Almádi, Aliga közti vizeken tehát egyszerre voltak kinn a családi hajók, a legmodernebb rohanóhajók és a veteránok. Mivel az oldtimerek versenyével az előző kisfilmünkben foglalkoztunk, nézzük most az Alkotmánykupa mezőnyét. De ne felejtsük, a közös mezőny miatt akár ebbe a versenybe is beleszólhatnak a klasszikus hajók. A száguldó gépek között volt, amelyik idén került a vízre. Kék szalag előtt 3 héttel sikerült vízre tenni a vadonatúj hajót, úgyhogy azóta gyakorlatilag hát végül is a tesztvitorlázások folynak. A kék szalag előtt nagyon kevés idő volt, ami egy kicsit rá is nyomta a bélyegét a versenyzésünkre, úgyhogy gyakorlatilag most már ez az egész ősz erre fog rámenni, hogy teszteljünk, ismerkedjünk. A verseny körülményei természetesen megegyeztek a korábban bemutatott Tabu Kupával. Vagyis a kezdeti élénk szél fokozatosan gyengült, majd el is fordult az eredeti északi iránytól 180 fokra. A szél változékonysága okozott is fordulatokat, például az Avatar és az AXA Brokernet párharcában. Úgyhogy a meteo taktikai érzékenység és a Balaton ismeret most kiemelt fontossággal bírt. Az ilyen nyílt versenyeken számos amatőr műkedvelő próbálja ki magát, és ki tudja, talán alakít ki egy életre szóló kapcsolatot. Feltéve, hogy nem veszi el a kedvét egy alapos csobbanás. A másik sportoló, aki most ismerkedik a versenyvitorlázással, reméljük hosszú távú kapcsolatot épít, hiszen ő a főtámogató képviselője. Elsőképpen a Balaton szerető ember, tehát én gyermekkorom óta nagyon sokat voltam Balatonon. Nekem mindegy volt, hogy víz vagy száraz föld, tehát elsőképpen azt gondolom, hogy a balatoni ember jön elő belőlem, és aztán talán utána egyszerre mind a kettő a nyaraló és az üzletember is, úgyhogy valami ilyesmi sorrendet érzek most az első nap után. Milyen emlékekkel tér haza? Hát nagyon szépekkel. Egy
egyrészt azért, mert egyrészt nagyon jó idő volt, és mindenki jól érezte magát, aki csak felfrissülni jött, de nagyon jó volt látni, hogy a sportolók is az igazi versenyszellemben végig izgulták a napot, és nagy izgalommal várják azt, hogy ki nyeri majd az első díjat, illetve kik lesznek még díjazottak. A vízen kifejezetten szoros csatát vívtak a klasszikus és a modern hajók. Az eredmény rendkívül kiegyensúlyozott. Egy klasszikus nyert, a Sirocco, egy modern lett a második, a Media Contact Avatar, egy klasszikus a harmadik, a Stefania, és egy nagyon modern, a negyedik, a Tornado. Jó verseny után a szervező is elégedett. 79 hajónk volt ezen a hétvégén, ami nagyon szép eredmény. Tavaly 60 hajó indult, és hát ahhoz képest, hogy a versenynek bizonyos részeinél visszaesés volt érezhető, a modern és a családi hajók közül többen vettek részt a versenyen, mint korábban. Úgyhogy én elégedett vagyok vele. Mennyire lehet célja az Alkotmánykupának a továbbiakban az, hogy családi hajókat egyaránt és profi versenyzőket ugyanannyira bevigyen a versenybe? Abszolút ez a cél, és a jövő is ez. Augusztus 20-a biztos, hogy mindig erről fog szólni, hogy az ember szeretné egy kicsit ki is pihenni magát, meg egy kicsit versenyezni is. Én úgy látom, hogy ez egy jó koncepció. Sok olyan versenyhajó indult el családdal, és nem teljesen éles versenyzőként, akik egyébként nagyon komolyan veszik a versenyeket. Sok gyereket láttunk a hajókban. Tehát ez egy nagyon kellemes hétvége volt, de ugyanakkor tényleg komoly profi hajók is itt voltak, és a teljes legerősebb legénységükkel versenyeztek egy nagyon jót. Soponyai Gézára mindig érdemes odafigyelni. Most is a győztes mesél a jó rajtról. Nagyon fontos egy jó rajt, mert amikor két azonos teljesítményű hajó versenyez egymással, akkor amelyiknek jobb a pozíciója, az hatalmas előnyt élvez, mert a zavart szélben tartja az ellenfelét, amelyik akkor sokkal tehetetlenebb, lassabban tud haladni előre, esélye nincs a kibontakozásra, és ezt az állapotot igyekszel végig tartani. Úgy mondják ezt vitorlásberkekben, hogy fogod a kezét, és képtelen elmenni, szép lassan, folyamatosan marad le, te pedig lassan csúszol el, és ezért fontos a pozíció. Az első 2-3 méteres előny az első bolyáig több száz méter tud lenni, csak azért, mert volt egy jó pozíció. Média támogatók, az Aqua magazin és a Hajó magazin.